A pétfürdői Perfect Patika munkatársai már évek óta foglalkoznak azzal, hogy a helyi általános iskolások számára érdekes, izgalmas és rendhagyó kémiaórát tartsanak, melyek keretében megismerhetik a gyógyszertár működését. Ezen kívül a tantervhez igazodva nem csak a kémiai ismereteiket bővíthetik, hanem annak a fizikai és matematikai összefüggéseit is megbeszélik. A látványos kísérletek segítségével pedig azt mutatják be, hogy ez a tudomány miként jelenik meg a mindennapi életünkben. Fontosnak tartom, hogy a gyerekek, akik itt élnek Pétfürdőn, lehetőséget kapjanak arra, hogy a gyógyszertárat megismerjék, nem csak úgy, mint egészségügyi intézményt, hanem azokat a munkafolyamatokat is, amik itt folynak. Ráadásul ezt integrálni tudjuk az ő tantervükbe, tehát a matematika, fizika és a kémia oktatásnak egy-egy szeletét ide lehet hozni. Ezáltal a gyerekek azt is megtanulják, hogy az, amit ők az iskolában száraz tudománynak gondolnak, az a hétköznapi életnek a része. Nekem arra van lehetőségem, hogy ezt így összehozzam, és ne külön-külön mutassam be, hogy most matematika, fizika, kémia, biológia, hanem azt mutassam be, hogy az ember egy egységes egész. Ezek a részek ugyanúgy hozzátartoznak a hétköznapi életünknek, a mindennapjainknak a velejárója. Akár az, hogy egy dózist, egy adagot kell számolni, akár az, hogyha valakinek egy vérnyomást mérnek, akár az, hogyha befőzéskor használják a szalicilt, akár az, hogyha permetezéskor használják a rézgálicot. Ezek mind-mind olyan alapanyagok, amik egyébként gyógyszerként is ugyanúgy előfordulnak. Tehát, hogyha ők ezt megismerik, az anyagok tulajdonságait is megismerik, akkor könnyebb lesz nekik a hétköznapi életük. Ráadásul, ha azt is megtanulják, hogy a gyógyszertárban mindezeket a kérdéseket fel lehet tenni, hozzánk el lehet jönni, meg lehet kérdezni, ha valamit nem tudnak, akkor az egy fiatal, növekvő tinédzser gyereknek egy rendkívül fontos információ, hogy nem kell félni, be lehet jönni, akik itt dolgoznak, azok ővelük foglalkozni fognak, és minden kérdésükre válaszolnak. A ráhangolódás segítő néhány elméleti kérdés megbeszélése után Erdélyné dr. Hődör Éva a gyógyszerész különböző kísérleteket végzett el, természetesen a gyerekek segítségével. Milyen színű a lugos? Az nem a sötét. Az, és milyen színű a savas? Hát a világosabban látok. Igen. Van olyan indikátor, amit én tudok, hogyha fenoltalányt teszek bele, akkor az a lúgosokban szép rózsaszín lesz. Nézzük meg, hogy igazán van-e. Jó? Úristen! Meg a tetejpiros. Azt hogyan? Piros és rózsaszín. Tehát azt mondtam, hogy azt írja le ez a gyógyszerkönyv, hogyha meszes vízhez fenolftalent adunk, akkor piros színűre változik a fehér oldal. Akkor lúgos. Indikátor papírral is meg tudok nézni valamit, hogy milyen. Jó. És most ehhez légy szíves odamérni. Hát, hova? Hát milyen színű? Hát az. Nem? Hát savas vagy lúgos? Hát ez lúgos. Lúgos bizony, mert azt mondja, hogy legalább egy 9-es pH-ja van, itt látom. Ha az van ráírva, hogy acidum valamire, az acid, az savat jelent. Az most eltűnt a vég? Tehát az azt jelenti, hogy megnézzük, ez vízben nem oldódik, de szeretném megnézni, hogy savas vagy lúgos. Azt mondta, hogy ez igen, ez nagyon csárga. Igen, ez. Hát négyes. Négyes pH, tehát az is savas. Hogy savas kémhatású akkor, amikor azonosítani akarom, de a gyógyszerkönyv meg azt mondja, hogyha csöpögtetek hozzá vaskloridot, akkor ez
feketés ibolyás színű lesz. És csöpögtesd oda bele. Ó, az fekete van. Belesem. Még nem látom. Lila. Bátran. Nyom bele. Nézzük, hogy igazat mondott te a gyógyszerkönyv. Fekete és lilásból. Ez az, amit hozok el. Amikor ide beérkezik, és csinálok, ez a púpokba bele szoktuk tenni a kisbabátnak, hogy lázat, fájdalmat csillapítsunk, akkor előtte megnézzük, hogy az az alapanyag, amit én használok, az tényleg amibazolfejen. Na, ki a következő csöpögtető? Fogd meg, légy szívesen, pipettál. És nyomjad. Na, ez is a vasklorid. A vasklorid nagyon szereti ezt a savas közeget. Mindig ez adja ezt olyan a reakciót. Amíg nem rászott fel, olyan volt, mint a... Még egy picit nyomjál be? Úristen. Most már egész sötét. Olyan, hát itt elvarázsol vagy. Akkor ez amigazofen? Akkor biztos, hogy amigazofen. Azt mondja a cukorra, hogy jól oldódik. Jól oldódik a cukor? Igen. Mindenki tapasztalta már, hogy a cukor szépen feloldódik. Mi is megpróbáljuk ebbe szépen feloldani. Igaz? Igen. Feloldódott? Fel. Jó. Akkor azt mondja az Álmos könyv, hogyha teszünk hozzá részszulfátot, akkor világos kék csapadéknak kell lenni. Világos kéknek kell lenni. Részszíves. Nézzük, világos kép lesz-e. Nyomjál. Igen, ma most világos kép. Még nyomjál bele egy kicsit. Ne félj csak. Tehát ez világos kép, ugye? Nem tudom. Világos kép lett? Hát nagyon világos kép. Nagyon világos. Ellugosítjuk ezt az egészet. Nem láttam. Ha ugyanezt a pH-ját megváltoztatom a lugosról savasra, nézzük meg, hogy akkor mit csinál, ha visszacsinálom. Úristen! Visszakékül. Ez mi? Visszavigyó. Ez mire jó példa, gyerekek? Visszamentünk az időt. Ja. Először mit csináltam vele? Ellugosítottam, levált az a kék csapadék, visszasavanyítottam a kénsavval, ettől feltisztult, tehát a savas vagy a lugos közeg nagyon sokat számít, hogy valami feloldódik vagy nem oldódik. Számít ez az gyógyszeresznél? Igen. Igen, mert hova kerül először a gyógyszer? A gyomorba. A gyomorba milyen közeg van? Savas. Nagyon erős savas. 1 és 3 közötti a pH-ja. Utána tovább kerül a vékony bélbe, ahol felszívódik. Ott milyen a közeg? Lugos. Elkezd 4, 5, 6, 7 fölé megy, 8 fölé megy. Tehát az emésztés is, az étel elkezdődik a gyomorban a savas közeg, és utána a lugos közegbe, és mindig a lugos közegbe szívódik föl. Tehát azt tudni egy anyagról, ez mindegy, hogy most a sajt, a túró, a tejköl, vagy ez a gyógyszer, azt tudnia kell, hogy hogy viselkedik savas vagy lugos közegbe. Hogy? Varázslat. Citrom. Citrom sárga csapadék lett, ugye? Hogy úgy lehet azonosítani a foszfátot, nem csak a kalciumot, hogy hozzátesszük, és az oldat ilyen szép piros lesz. Piros. De a csapadék ott van az alján sárgának, az nem változik. Ha felmegy az, akkor sem. Ha pezseg, akkor mi fejlődik belőle? Széndioxid. Hol van az
A hétköznapi életben hol találkoztok mindig széndioxiddal? A levegőben. Ásványvíz, tele van, buboréka. Jó az nekünk? Igen, nem. De finom. Nem. De nem jó, elviszi a csontodat. Na, mit csinál? Pezse. Nézed, ahogy megy fel. Ott a sok széndioxid. Hát semmi baj nincsen belőle, de így viszi a csontodat. Az oldatot alul, az csak egy sima fehér oldat, ugye? És én pedig keresem a kálciumot. Igen. És azt mondtam, hogy ha teszek hozzá ammónium oxalátot, le fog válni a fehér csapadék. Tehát ez nem olyan látványos, nem színes, de levált a fehér csapadék. Nézz oda! Azt a kis azért, hogy hogy válik ott a csapadék? Ott a csapadék. Úristen! Wow. Tehát valóban benne van a kálcium. Így kiválasztódik. Azért választottam ezt a reakciót még, a kálcium oxalátot, hogy így válik le a kálcium, mert a kálcium a vesén át is ürül. És amikor sok szénsavas ásványvizet isztok, akkor az a kálcium karbonát, amit ott láttatok, hogy pezseg, az sajnos kiválik a vesébe, és lesz belőle vesető. De ha valaki fölöslegesen sok C-vitamint eszik, ami nagy divat, hogy jó nagy dózis, mindenből jó sokat. A sok, meg az hiba, meg a nagyon kevés, az is hiba, igaz? Mindig meg kell maradni az arány középúton, vagy meg kell kérdezni a szakembereket, hogy ennek mennyi a normális napi dózisa. Aki azt gondolja, hogy abból sok, az szépen ilyen kálcium-oxalát csapadékot csinál a veséjébe. Lesz belőle gyönyörű kis kálcium-oxalát vesekő, amilyen kis tűkristályok lesznek, és akkor, amikor az távozik, hát az nem egy kellemes dolog. Tehát erre mindig figyeljetek, hogy a táplálkozás az kiegyensúlyozott legyen. Ez is legyen benne, az is legyen benne, amit szeretsz, az is legyen benne, és akkor semmi baj nem lehet. Minden esetre nektek feltétlenül a nagyon sok mozgás az, ami kell ahhoz, hogy a csont tömegetek kialakuljon és erős legyen. A diákok nagy többségének nem tartozik a kedvenc tantárgyai közé a kémia, fizika, biológia vagy a matek. Egy-egy ilyen órával azonban valamelyest közelebb hozhatóak a gyerekek ezen tudományágakhoz, mivel elsősorban a gyakorlati életből hoznak példákat. Hát én csak remélni tudom, hogy eloszlatjuk ezeket a félelmeket. Persze egy-egy ilyen óra ehhez kevés. Tehát ha azt látják, hogy lehet ezt így is, hogy valóban van értelme annak, amit ők ott tanulnak, és nem felejtik el azt, hogy azok a kísérletek, amiket mi itt megcsináltunk, az tulajdonképpen lehetne folytatni akár az iskolába is, vagy egyszerűen csak eszébe villan valakinek, amikor a takarítást végzi otthon, hogy igen, ez is kémia, és a vízkőoldót nem feltétlen kell összeönteni a hipóval, akkor már eljutottunk odáig, hogy ha egy-két-három gyerekbe elindul ez a vezérhangja, hogy igen, érdemes tanulni, a száraz anyagokon is át kell magam rágni, de ez azért van, mert ez lesz majd az én életemnek a része, és mindegy, hogy ő egyébként milyen foglalkozást fog választani, nem tudjuk most már kikerülni ezt a részét. De talán egy kicsit más szemmel látják mostantól. Az óra összefoglalása után egy-egy periódusos rendszert és cukorkát kaptak a gyerekek búcsúzóul. Tehát akkor foglaljuk össze gyorsan, hogy mit is beszéltünk egyáltalán. Tehát, hogy a gyógyszertárban egészséges emberekkel foglalkozunk. Azt szeretjük, hogy egészségesek is maradjatok, jó? Amennyiben mégse is megbetegeztek, akkor gyertek és fogunk segíteni. Kinek mivel, vagy gyógyszerrel, vagy tanáccsal, de mindenki tudunk valamit segíteni. Jó?
A másik, amit megbeszéltünk és megtanultunk, hogy azok a természettudományok, amikkel ti foglalkoztok, a matematika, a fizika, a kémia, a biológia, azt próbáljátok meg olyan szemmel nézni, hogy ez a ti hétköznapi életetek. Mindjárt fordítsátok le, hogy a hétköznapi életben ezt mivel is használom, amikor bringázok, akkor is van egy egyenletes mozgás, amikor gyorsulsz, akkor van egy gyorsuló mozgás, erőt fejtesz ki, tehát ezeket a dolgokat lehet lefordítani, és akkor már a fizika, a kémia is sokkal-sokkal érdekesebb lesz. Hogyha bármi gondotok van, akkor gyertek, mi itt vagyunk, és meg tudjuk veletek beszélni. Most a nyár következik, érezzétek jól magatokat, ne törjétek össze magatokat, egészségesen, gyertek vissza szeptemberben.